Megbeszéljük. A telefonnál Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakció vezetője és a párt alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Érdekes módon, dehogy érdekes módon, hát már szinte föl se tűnik, az állam meg akarja vásárolni az egész főgázt, ezúttal nem a német tulajdonostól, vagy társtulajdonostól, azt az MVM már megvette, hanem a fővárostól, ami látszólag a kívülállónak nem jelent sokat, hiszen most nem mindegy, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában van egy ilyen nagy cég, vagy az államéban, de a dolog ön szerint például nagyon is sokat jelent. Például azt, hogy olcsón adja a főváros. Miért gondolja így? Hát kezdjük onnan, hogy nyilván családon belül is nagyon jó, hogyha mondjuk van 100 forint a zsebbe. De azért az nyilván nem mindegy, hogy az ön zsebében van, vagy pedig a felesége zsebében. Mert ha az ön zsebében van, akkor ön vehet belőle vajas kiflit, ha meg a felesége zsebében van, akkor ő veheti meg a vajas kiflit. Nyilván családon belül tisztességesen el lehet osztozni azon a kiflin, de hogy egy kicsit komolyra fordítsam a szót, ittenél egy sokkal érthetőbb helyzet van. Van az állam, mint szerepvállaló, ami globálisan, ágazati szinten, árhatóságként, szabályozóhatóságként eljárva viheti keresztül az akaratát. Az önkormányzatok azért jöttek létre, mert ők vannak közel az állampolgárokhoz, és nekünk kell önkormányzatokként a szolgáltatásokat biztosítani. Tehát amikor valaki azt a blödséget mondja, hogy hát miért replikázunk, hiszen pont ugyanolyan tulajdon az állami vagy az önkormányzat, akkor nem igaz, mert az önkormányzat tulajdon az az állampolgárokhoz közel van, sőt, annak a működtetésébe is közvetlenebből bele tudnak szólni, hiszen az önkormányzati választásokon keresztül konkrétan helyi szinten is ki tudják fejezni az egyetértésüket, vagy a neheztelésüket, hogyha egy városvezetés vagy kerületvezetés nem jól gazdálkodik a rájuk bízott vagyonnal. Egy állami, egy általános országgyűlési választásnál azért nem lehet mondjuk például főgáz részvényre bontva, vagy éppen a Városliget részleges államosítására és mondjuk beépítésére globális országos kampányválasztást csinálni, mert hogy ezek helyi ügyek, és azért nem jó, hogyha helyből elkerül központra. De akkor konkrétan a főgáz ügyében, mert az a probléma, hogy előbb jelenik meg a magyar közlönyben az a vételi szándék, amit már az elmúlt pár év tapasztalatából tudjuk, amikor a kormány megjelentett egy vételi szándékot, az már jóval több annál. Gyakorlatilag nekünk már egy lehetőségünk maradt, ahogy Tarlós úr fogalmazott a közgyűlésbe, hogyha megjelent a kormányrendelet, akkor mi már csak azon vitatkozhatunk, hogy mikor adjuk át, lehetőleg minél rövidebb idő alatt, mert a kormány döntött, a szinte törvény, és nekünk már kutya kötelességünkkel beletörölni. Hát ez így van. Ez így van, hogyha valaki bábúnak képzeli saját magát és a szerepét, de mondjuk egy fővárosi főpolgármestertől, akit a budapestiek választottak meg, nem Orbán Viktor személyesen, hát mégiscsak azt várnál az ember laikusként, hogy hát a budapesti érdekeket képviselje, aztán majd, ha nem úgy alakul, akkor nagyon sajnálkozzon, de legalább a látszatát adja meg annak, hogy bennünket, budapestieket képvisel, nem pedig Orbán Viktort, mert hát az, hogy ez az érték, ami egyébként valóban a főváros legértékesebb, legdrágább gyöngyszeme még jelen pillanatban, ez még néhány évvel ezelőtt 130 milliárd forintot ért. Mi akkor nem adtuk oda, a korábbi városvezetésként nem adtuk oda az államnak egyébként, akkor is az állam volt a levő, ugyanúgy a Magyar Villamos Művek. Néhány technikai akadály miatt, illetve amiatt, hogy a 130 milliárd helyett csak 100-110 milliárd forintot akart adni ért az állam. És most? És most pedig úgy tűnik, hogy kevesebb, mint 50 milliárd forintról zajlik egyáltalán a beszélgetés. Ez miből tűnik így? Hát ez abból tűnik így, hogy közel 41 milliárdért vásárolta meg az állam a kisebbségi tulajdonrészt az RVE-től, és jelezték, hogy azon az arányosításon alapulva gondolják ők megvásárolni a többségi tulajdont. Ugye az 49, egész közel az 50%-hoz, de egy 49%-os részvénypakett, ami ilyenkor egy 51%-os részvénypakett, hát nyilván az a 2%-nyi különbség, az lehet 1-2 milliárd forint, hogyha az arányosítást... De hát nem ez a lényeg, hanem a többségi hát tulajdonrész a lényeg. Van. Ez így van, mert akinek a többségi részvény a kezébe van, gyakorlatilag az irányítja a vállalatot, az mondhatja meg, hogy merre menjen a vállalat, stratégiai szinten,
milyen fejlesztési stratégiát kell követnie, milyen szolgáltatási stratégiát kell követnie. Ezt, ahogyan is mondja helyesen, ezt a többségi tulajdonos határozza meg. Mi pedig most erről a többségi tulajdonunkról mondunk le, és hát a korábbi vagyonértékhez képest töredék áron, ami nem mellesleg annak köszönhető, hogy az elmúlt 5 évben, illetve hát 3-ban, de hát mondjuk az 5 évben voltak nehézségek, tehát az elmúlt 3 évben meg különösen súlyos károk érték a szolgáltató szektor, emiatt részben elértéktelened, de hát ez olyan dolog, de mint, hogyha... Például hogy működött a főgáz? Milyen nyereséggel korábban, vagy most a legutóbbi évben? Hát nagyjából olyan 7-8 milliárd forintnyi nyerességgel működött, amely nyereség nagy része azért visszaforgatásra került magába a beruházásokban. Ugye az a probléma, a főváros nem kapott belőle ennyi osztalékot. Kapott osztalékot, de nem ennyit. Egyébként én azzal nem értettem egyet, hogy osztalékág van a főváros, vegyen ki ezekből a közszolgáltatásokból. Hát akkor előbb-utóbb lerohad a közszolgáltatás, nem? Még önmagában nem. Én azzal nem értettem egyet, és a non-profit jelleggel való működtetésnek van egy nagyon fontos hozadéka. A beruházások azok elméletben megvalósulhatnak, ugyanakkor, ha nem vesz ki osztalékot, tehát nyereséget, a befizetők, tehát a szolgáltatást igénybevevők, mondjuk a gáz, fogyasztók nem fizetnek nyereséget, ellenben azt kifizetik, ami ahhoz kell, hogy a szolgáltatás folyamatosan egyre jobb minőségben, egyre nagyobb biztonsággal érjen el mondjuk a háztartásokhoz. Tehát ez a része elméletben rendben van, csak ha már a rezsicsökkentést egy fél mondattal hagy érintsem, a rezsicsökkentéssel egy pici gond van, hogyha ezt egy precíz számítás előzi meg, akkor nyilván nem kerek 10 vagy nem kerek 20%-ra fog kijönni egy csökkentés, hanem ki fog jönni, hogy 7,64-jel lehet csökkenteni ahhoz, hogy a szolgáltatás minősége ne romoljon, hogy tényleg elérjen hozzánk a gáz, tehát magyarul ne az történjen, hogy elméletben olcsón kapjuk a gázt, de mivel el van törve a cső, amit nem karban tartottak, ezért nem jutunk hozzá az elméletben drága vagy olcsó gázhoz, és mivel eltörött a cső, ott a megszökött gáz árát meg kell térítenünk, mint fogyasztóknak. Tehát se rövid, se közép, se hosszú távon nem érdekünk, hogy a szolgáltatás minőségén spóroljanak, márpedig az elmúlt években folyamatosan tűntek el a rendszerből maguk azok a pótló beruházások, ami a szolgáltatás biztonságát garantálja, sajnos igaz a vízművekre, ahol már 200 éves vízcsövekkel kalkulálnak, amiről pontosan lehet tudni, hogy nem bír ki 200 éves. Na de visszatérve a főgázhoz és annak eladásához, nem mondhatja azt a főpolgármester, hogy rendben, az állam bejelentette vételi szándékát, nekünk elvileg nincs is ellenünkre, vigyék, ha akarják, ám de az ára nem 50 milliárd lesz, vagy 40 milliárd, hanem szerintünk megér a 100-at is. Ha így lenne, akkor ezt még akár tudnánk támogatni is, hogyha ez egy transzparens, egyrészt egy korrekt vagyonértékelésen alakulna, és egy transzparens folyamat része lenne. Egy pici gond van, ami nem kicsi, hogy az elmúlt években az állam bebizonyította, hogy rosszabb gazdája ezeknek a területeknek, mint egyébként az önkormányzatok. Hát ott a példa, Orbán Viktor barátja Garancsi úr, aki egy zseniális vállalkozó, hiszen egy offshore céget tudott az állam és a gázszolgáltató közé beiktatni. Ennek az eredménye, hogy évi 50 milliárd forint hasznot csapatnak ki maguknál, biztos ön is hallott már erről a sztoriról, büntető feljelentést megtették az illetékes politikai pártok ebben a kérdésben. Nyilván eredmény majd akkor, ha kormányváltás után egy hatóság komolyan veszi ezt a nyomozást, de ott valakik úgy gondolták, hogy évi 50 milliárd forintot ki lehet szedni a rendszerből, nyugodtan nevezzük a nevén, el lehet lopni a gáz beszállítását. És ezt egy önkormányzati tulajdon vagy tulajdonrész esetében nehezebb volna megtenni? Hát egy önkormányzati tulajdonrész esetében nehezebb ezt megtenni, de... Nehezebb ugye... beiktatni ilyen magánérdekeltségű feleket, mert a nagy állami vagyonnal, a nagy állami vállalatokkal, intézményekkel könnyebb játszadozni, és könnyebb úgy eltüntetni azokat a magánérdekeltségű feleket, amelyek kiszedik a hasznot a rendszerből? Mint egy ilyen kisebb, mondjuk budapesti közműszolgáltató rendszer. Ha valakinek rossz szándéka van, akkor azt gondolom, hogy ezt mindkét változatban meg tudná valósítani, de minél több ellenőrző pont van egy ilyen szisztémában, annál nagyobb a lebukás veszélye. És éppen ezért jó, hogy
az önkormányzatoknak is volt köze a közművállalatokhoz. Voltak benne részben magánszereplők, ami vagy jó, vagy nem rossz, vagy nem jó. Tehát ezzel önmagában én nem vitatkoznék. Tehát én támogatom azt, hogyha egyébként kultúrát módon ezeket lehet közösségi tulajdonnál varázsolni ismét, ezzel nincsen probléma, de azzal van, hogy ha az az egy kéz, az az egy állami kéz, ilyen szerződéseket hajlandó megkötni, ami az adófizetőknek, akik a gázszolgáltatást igénybe veszik, évi 50 milliárd forint kárt okoznak nekik, mert ugye valljuk be, az az 50 milliárd forint, ami kimegy a gázbeszállításból, egy offshore cégnek, ami egyébként történetesen pont Garancsi úr tulajdona, aki a Videoton tulajdonosa, és aki Orbán Viktor legjobb barátja, és a VIP páholyba pont mellette ül, de nyilván nem szoktak beszélni erről a gázszerződésről, gondolom én, de hát mégiscsak az az optikája, minthogyha a miniszterelnök közvetlen környezetében lennének olyan szerencsés vállalkozók, akik bármilyen szerződést megköthetnek, ami egyébként nekünk bármekkora kárt okozhat, nekik meg óriási haszna. Nem arra megy ki ez az egész, hogy ha az őszi önkormányzati választásokon, mert erre azért jó esély van, a baloldal szerezné meg a győzelmet, akkor lényegében már nem maradjon semmi vagyona, semmi olyan működő intézményi vagy vállalati rendszere, amelyből akár hasznot is hajthat, amely fölött rendelkezhet, és amelytől erősebbnek is érezheti magát, hanem legyen teljes mértékben kiszolgáltatva annak az államnak, amelynek kormányát Orbánék reményei szerint továbbra is a Fidesz fogja vezetni? Igen, cinikus fideszes véleményeket hallok ebben az ügyben, ami nagyjából arra korlátozna a jövő önkormányzatainak a kompetenciáját, hogy eldönthetik, hogy milyen színűre fessék a polgármesteri hivataloknak a falát, mondjuk 20 évente, amikor arra sor kerül. Sajnos a cinizmus az nem teljesen alaptalan, mert hogy valóban ebbe az irányba megy a folyamat, hogy legyen nagy állami kézbe minden, lássuk csak az egészségügyet, vagy lássuk az oktatást, amiben sajnos az a szomorú tapasztalatunk, hogy nem lettek jobbak az ellátási szintek, hiszen a várólista 3-4-szerűen hosszú lett, az oktatásból folyamatosan vonnak ki forrásokat, a pedagógusok jogosan panaszkodnak, hogy egyre rosszabbak a tanítás feltételei. Tehát mi választók azt tapasztaljuk, hogy ezektől az államosításoktól nem hogy jobb lett valami, nem hogy jobb lett ezeknek a szolgáltatásoknak a színvonal, hanem egyenesen romlott méghozzá katasztrofális formában. Tehát az elmúlt években az államosítás, mint csodafegyver, sem az előző 40 évben, amire a Fidesz ugye nyilván nem büszke és nem támogatja, sem az elmúlt 3 évben nincsenek olyan tapasztalati garanciák, miszerint ez egy jó irány lenne. És amikor látjuk, hogy még nem csak hogy tapasztalatok rosszak, hanem még visszaélések is vannak, lásd gázüzletág 50 milliárdos offshore kiszervezés, amiben hát bődületes szám, hogy egyes polgárokat hány 10 000, 100 000 forint kár ér, ha csak ezt az 50 milliárdot nézzük, hát ez önmagában nem túl kecsegtető. Az tény, és ebben igaza van önnek, amikor arra utalt, hogy Budapest tönkretétele is egy stratégiai kérdés. Igen, a fideszes fogadóirodákban arra számítanak, hogy Budapesten biztosan veszít a Fidesz, ezért ezt a várost ki kell véreztetni, hatásköreit el kell venni. Hát nekünk budapestieknek az a tétje ennek a választásnak, többek között, hogy ezt a tendenciát megfordítsuk, tehát ezért kell megbukni ennek a rezsinnek. Többek között azért, hogy ne építhessék be a Városligetet egy olyan beton dzsungellel, amire mi budapestiek nem adtunk fel hatalmazást. Többek között azért kell leváltanunk őket, hogy mégse zavarhassák már el a Víg Színház művészeit, akik tisztességgel és magas színvonalú művészi munkát végeznek. Tehát, hogy ne legyen minden fideszesítve csak azért, mert nekik ez így tetszik. Ez a város ennél többet érdemel, és azt gondolom, hogy olyan vezetőket érdemel, akik a város érdekeit képviselik, nem pedig az Orbán Viktorét a városban. Köszönöm szépen, Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakció vezetője, az MSZP alelnöke. Viszont hallásra! Viszont hallásra, köszönöm szépen!